Kedves közönségünk! Végre elérkezett a várva várt pillanat. Színházunk ismét megnyithatja kapuját, ismét fogadhatjuk kedves nézőinket. A kormányrendelet értelmében látogatóink kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal vehetnek részt előadásainkon. Színházunk előadásaira már május 3-ától nyitva tartó pénztárunkban elővételben megvásárolhatják jegyeiket. Intézményünkben újdonság, hogy május elejétől megnyílik könyvpontunk is. Az Európában ismert, közkedvelt és hazánkban is egyre népszerűbb kezdeményezés lényege, hogy az arra járók szabadon olvashassanak és vihessenek haza magukkal könyvet, ha helyette rögtön adományoznak egy másikat, így biztosítva a könyvállomány példány számának állandóságát. Szeretettel invitáljuk Önöket színházunk megnyitójára. Május 16-án 15 órai kezdettel Volt egyszer egy táncdal fesztivál című nyitó koncertünkre várjuk Önöket. Már 55 éve. Emlékezzünk azokra az időkre, amikor a televízió főműsor idejében a nagyvárosokban elnéptelenedtek az utcák, csend honolt a tájon. Ilyenkor mindenki az Egy Szem Magyar TV-adó műsorát nézte, hogy megtudja, az elkövetkező hetekben, hónapokban, években melyik dalok lesznek a slágerek. Az akkori mércével mérve sztárok születtek, akiknek számaira a kulturált ifjúság tervezett és ellenőrzött keretek között táncolhatott, dúdolhatott andalogva, vagy csak a sarki újságárus fütyülte a dallamokat unásig. Egy letűnt kor keserédes romantikájának üzeneteit hordozzák a szövegek, de mégis olyan jó újra hallani őket. A Fedák-Sári Színház műsorával felidézzük azokat az időket, amikor a televízió képernyője előtt egy egész ország izgulta végig az egyes adásokat, és amikor Harangozó Teri, Kovács Kati, Toldi Mária, Zalatnai Sarolta, Aracki László, Kós János, Szécsi Pál, Por Péter és még sokan mások elindultak a siker felé vezető úton, és máig nem felejtjük el őket. A fiatalabb korosztály előtt sem ismeretlenek ezek a dalok, és már nem csak a szülők, nagyszülők elbeszéléseiből és az otthon dúdolt dallamokból, hanem a rádióadókból is ismerhetik őket, hiszen napjainkban is folyamatosan sugározzák ezeket. A gála műsorban közreműködnek a színház énekesei, többek között Szűcs Laura, Bede Blanka, Tarlós Ferenc, valamint a Fedák-Sári Színház zenekara, sztárfellépőnk László Attila. Vezényel Sárkány Krisztián.